És ha még nem lett volna eléggé boldog a reggelük, most jön a bokréta, a kalapon, a korona a fejen. Itt van velünk Bodrogi Gyula, a Kossuth díjas színművész és számtalan más díj tulajdonosa. És hadd áruljak el kettő szakmai titkot. Egyrészt, amikor egyszer egy termálmedencében ketten beszélgettünk, akkor Gyula bátyám rám szólt, hogy meg ne próbáljál engem magázni, én fiatal vagyok. És mivel a stúdió nem nagyon különbözik egy termálmedencétől, ezért tegeződni fogunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, és remélem, hogy a kedves nézők is úgy látják, hogy olyan fiatal vagyok, hogy engem csak tegezni. Ez egészen pontosan így van. Akkori beszélgetésünkben, amikor megkérdeztem tőled, Gyula bátyám, hogy mi volt a legfontosabb szereped, és soroltad, mert hát a színházi irodalom legnagyobbjait is eljátszhattad, megjátszottál kedves filmben, megjátszottál akár mindenféle. Linda apukája is voltál, meg a nagy színházi klasszikusok, azt mondtad, hogy süsű, mert a süsűben a hangoddal kellett mindent eladni. Egyrészt, másrészt, mert a süsüt a közönség valamilyen oknál fogva, a figurát az én hangommal, valamilyen mit, egy hét alatt, egy hónap alatt úgy beették, hogy a sajátjuk lett. Na, ahogy szoktam mondani, hogy a süsű az sláger lett. Az valamilyen oknál fogva ma is mindenki tudja a nótát. Ma is mindenki tudja, hogy a süsű milyen, és ezért nem szabad a süsűn változtatni. Tehát a süsűnek olyannak kell lenni. A süsű azt a csukás megálmodta, az a csukásnak a lelke, biztos vagyok benne, és azt nem lehet pótolni, mit tudom én, egy Bodrogi lelkével. A csukás lelkét kell adni, azt a bűbájos, gyerekszerető, bajuszos kedvességet, az muszáj valahogy visszaadni, és a süsű, bár nem hasonlítanak egymásra így külsőleg, de a süsű az csukás. Én komolyan mondom, hogy ahogy hallgatlak téged, én így kezdek átmenni gyerekbe. Annyira visszaköszön, ahogy gyerekkoromban hallgattam, megnéztem a mesét. Mesélted egyszer azt, hogy ha te mész az utcán, és egy kisgyerek meghallja a hangod, akkor lehet, hogy fogalma nincs róla, hogy egyébként te ki vagy, de azt mondja, hogy jé, itt van a süsű. Nem, ez máig így van. Máig így van. Itt voltunk Szlovákia, Komárnóban voltunk, és beszélgettem valakivel, és itt volt egy mama a kislányával, és a kislány így egyszer csak úgy odajött, és azt mondta, hogy te vagy a süsű. Jó, annak idején pontosan tudtam, hogy nagy színészeknél befolyásolja az életüket és a további szerepüket a nagy szerep. Ilyen volt a Gugyerák például, ilyen volt például akár Kulka János esetében például Mágenheim doktor, hogy utána azonosították. Én nekem nem például a süsűnél nem volt probléma, nem. Hogy kijön Cyrano de Bergerac és megszólal a süsű hangján. Nem. Ez egy érdekes dolog, hogy soha pedig ő ugyan van ott hátul gondolt, hogy... Betartottál ettől, amit kérdezett a trükkó? Csak gondoltam rám, tartani szerencsére nem kellett tőle, mert soha nem fordult elő. Sajnos a Gugyeráknál egyszer azt hiszem előfordult, hogy valaki esetleg felszólt, hogy vagy Bárdi Gyuri, és akkor a Várkonyi mondta, hogy de nekem ilyen, ha én olyan szerepbe jöttem, a Szomorú vasárnapban senki nem mondta, hogy süsű. Ott mindenki azt hitte, hogy én vagyok a Seres Rezső. Na de akkor ez a zsenialitás, hogy miközben a hang... köszönöm szépen! Nem tudtad. Nekem már érdemes volt fölkelni. Mindenképpen érdemes hogy miközben a hangodat annyira azonosítják süsűvel, pontosan ugyanúgy tudsz egy pillanat alatt bármilyen más szerepbe bevenni. Igen, az unokahúgom azt mondta, hogy én azért szeretem a hangodat, mert olyan szép, repettes. Így mondta. Ugye híres nagy zenekaroknál mondják azt, hogy gyakorlatilag nem érdemes, ahogy mondtad, a repertoáron változtatni, mert hogyha teltházas koncert van, viszont az is igaz, hogy vannak olyan generációk, akik híres rockzenekarokon úgy nőnek fel, hogy még nem is éltek, amikor megalkották a zenét. A süsű szerintem klasszikusan ilyen, hogy azok is szeretik, akik beleszülettek, meg azok is szeretik, akik már akkor születtek, akiknek az anyukájuk született bele. Most jönnek a süsű új részei. Ki a célközönség? Hát én szerintem de mindenki, mert most már olyan felnőttek azok, akik akkor gyerekek voltak. Hát volt el szoktam mesélni, hogy felléptem valahol ilyen kultúrházba, előle két sor gyerek, ők mögött a felnőttek,
Na, mondom, jó van, akkor a süsű, mondtam a zongoristának. Tudjátok, hogy ki az a süsű? Gyerekek, de tudjátok-e azt a dalt, amit a süsű énekel? Na, mindegy, kezdjük el. Én vagyok, elkezdtem. A gyerekek így ültek, és az összes felnőtt énekelte velem. Értem, tehát az... A harmadik sortól hangosan üvöltve ének. Gyerekek, még nem kapták, még nem az övék volt. Ők csak nézték, hogy nem tudták, hogy miről. Majd amikor már 10-12-14 évesek lesznek, már ők is tudják majd. De akkor ezek szerint picikorban azok a szülők, akik a süsűn nőttek fel, nem mutatják meg a süsőt a pici gyereknek? Dehogy nem, de hát azért a Miki Egeret se tudtam én mindjárt, hogy ki az a Miki Eger. Az lassan az enyém lesz, és aztán az már nekem természetes, hogy a Miki Eger ki és hogy néz ki. Mit lehet egyébként tudni a süsi új részeiről? Tehát megmaradnak ugyanúgy a karakterek, van-e rajta ránc, felvarrás, vagy pedig éppen, mert nekem a süsőben az volt nagyon megkapó, nem tudom mennyire értesz vele egyet, hogy rettentően egyszerűen mutatod be. Nagyon egyszerűen. Karakterekben is, bábokban nagyon is, egyszerűen. Történetben is, nagyon érthetően, szépen nekem is jó. Nekem egy gondom van csak, és ez az, hogy abban nem csak süsű volt, hanem volt kis királyfi, Stankai Pista, öreg király, Csákányi László, a nem tudom, udvarmester Kaló Flóri, a Horváth Gyuszi, olyan hangok játszottak együtt, hogy nem tudom, nem lesz-e hiányérzete azoknak, akik azt a hangot, mert a zenekart, azt úgy, ahogy van, most is föl tudjuk állítani. A zene, a hangok, a kották, azok ugyanúgy megvannak. Csak vajon ezek a karakterek, már hallásra, hogy nem hiányoznak-e? De lehet, hogy most új generációkat fogtok meg ezáltal. Éppen azt mondom, hogy az új generációnak, a mostani gyerekeknek majd ez lesz az első süsű, és majd ez visszanézi. Ez inkább nekünk lesz esetleg, igen, furcsa, mi generációknak. Előfordulhat, most nem akarok itt direkt rosszat mondani, de előfordulhat, hogy ami ebben a régibe egy olyan kedves bohózkodás, az egy új helyzetben hülyéskedésé válik. Egy szándékos, tehát ami ott vicces, az egy szándékos hülyéskedés. Nagyon közel van a kettő egymáshoz, és mint emlék engem érintett valami, ami jaj, de jót nevettek. És mikor visszaadom, akkor képzeld, azt csinálta, hogy... Ettől lesz jó, megmondom. Ja, miért. Hogy nem lesz ott mögötte az a háttértörténet a másik szereplőnek, értem. Én meg azt mondom neked, hogy ettől lesz jó, attól lesz jó, mert óriási feladat, és egyébként valószínűleg egy nagy teher egy embernek, például Stanka Istvánnak a hangját, szerepét átvenni, ezért háromszor többet kell rá készülni. Nem beszélve, hogy nem szabad parodizálni, bizony, hanem teljes őszinteséggel el kell hinni, hogy ő a kis királyfi. De Gyula bácsi, csak egy gyors kérdést hadd kérdezzek meg, most így 40-45 lehetsz körülbelül, vissza tudsz majd menni abba a 20 éves saját múltadba, amikor ezt először megcsináltad? Hát 40-45 éves vagyok, de a 85 éves lábommal nehezebb már menni. Már nehezebb visszamenni. Készülsz a szerepre? Tehát meghallgatod például ilyenkor a régi süsüket? Nem, de bennem van. Hát én szerintem nem kell. Nem hát kell. Bennem van, nem is. Nekem... Én egyik napra a másikra nem utánoztam magam, hanem mindig úgy gondoltam, hogy én vagyok, a szerepeimet is, ezt is most, hogy az érsek én vagyok. Ez nekem addig-addig olvasó, amíg azt nem hiszem, hogy tényleg én vagyok. Tehát magyarul te vagy süsű bácsi, hogy én a süsüt teljesen úgy érzem, hogyha nem tudnám, hogy a Csukás írta, akkor azt hinném, hogy én írtam. De jó, talán ez az egésznek. Talán egésznek ez a lelke. És sok színész mondja azt, hogy nem ez a lényege, hogy te magad azzá válj, és közben meg azt hallja. Az az érzésem egy idő után, hogy ezt a szerepet nekem írták, a szerző már eleve úgy írta, hogy ez, mert hiszen egy pontosan ugyanilyen ember. Ezért aztán nincsen nekem, hogy akkor átélem, meg beleélem magam. Én meg most becsuktam a szememet, vagyok. És hallgattam süsüt. És tudod, hogy mi jut eszembe, Judit? Hogy nem lehetett volna másra írni süsüt. Megbántva semmilyen más színészt. Megteszed, hogy a kedves nézőink kedvéért, akár a gyerekekért, akár a felnőttekért,
Süssü köszönel ebben az adásban? Elköszönhet, Süssü, gyere. Valamilyen klasszikus Süssü mondatát, gyere, üljünk mi oda, jó? Hogy, de hogy, hogy? Gyere, ide ülünk. Hogy kell csinálni? Úgy, hogy oda szembenézel a kamerába. Igen. Igen, mondd el mindenképp, hogy holnap reggel még találkozhatnak velünk. Holnap reggel még találkozhatnak velünk. Látod, most is mondom, hogy én fogalom sincs, mit beszélek. Holnap reggel még találkozhatnak velünk. Addig is. Viszontlátás. Sziasztok. Viszlát. Legyenek olyan boldogok, mint ez a nagyszerű emberek mellettünk. Minden jót kívánok, viszlát. Viszlát.